Vannak zsoltárok, amik zavarba hoznak, mint ahogy ilyen élethelyzet is jócskán előfordul. De amikor Dávid 26. zsoltárát olvasom, hogy majd hamarosan hallgatjuk is, mindig elgondolkodom, hogy vajon miféle lelki állapotban ír ilyen zsoltárt az ember. Persze, ha őszintén a tükörbe nézünk, akkor mindannyian bevallhatjuk, hogy mennyiféle lelki állapotunk van, néha magunkra sem ismerünk. Na de ez a zsoltár. Hát miért imádkozik az, aki jó? Olyan, mintha ez a Zsoltár egy önigazult, büszke ember dicsekvése lenne. Vagy talán mégsem. Remélem felkeltettem az érdeklődést, hogy meghallgassuk, és röviden végig is gondoljuk ezt a Zsoltárt. Dávidé, ítélj meg, Uram, mert fethetetlenül éltem, és az Úrban bíztam ingadozás nélkül. Vizsgálj meg, Uram, és próbálj meg, kutasd át veseimet és szívemet, mert kegyelmet szemem előtt van, és igazságot szerint járok, kelek. Nem ülök együtt a hamisakkal, és nem tartok az alattomosokkal. Gyűlölöm a rosszak társaságát, és nem ülök együtt gonoszokkal. Ártatlanságomban mosom kezemet, így járom körbe oltárodat, Uram, hogy fennszóval dicsérjelek téged, és elbeszéljem minden csodatettedet. Uram, szeretem a te házadban való lakozást és dicsőséget hajlékának helyét. Ne ragadd el lelkemet a bűnösökkel, életemet a vérontókkal, akiknek kezében gyalázat van, és jobbjuk tele van vesztegetéssel. Én fedhetetlenül élek, váltsd meg, és könyörülj rajtam. Lábam egyenes talajon áll, áldom az Urat a nagy gyülekezetben. Ez a Zsoltár egy nem olyan ember Zsoltára, aki küzdködik vagy küzd magával. Látszólag minden rendben van. Benned bízom ingadozás nélkül, fedhetetlenül élek. Igazságot szerint járok kelek, nem ülök együtt hamisakkal, alattomosakkal, gonoszokkal, gyűlölöm a rosszak társaságát, ártatlanságban mosom kezemet. De akkor miért imádkozik egy ilyen ember? Ha megvizsgáljuk a Zsoltárt, valójában két nagyon határozott kérés van ebben a Zsoltárban. Elsőre csak mintha egy érdemlista felolvasása lenne. Rosszabb pillanatainkban egyébként gyártunk ilyeneket. Ha ránézünk a szomszédra, vagy a kellemetlenkedő rokonra, vagy akár egy templomban, gyülekezetben élve bizonyos hittestvéreinkre, gyorsan össze lehet szerkeszteni egy olyan Zsoltárt, ami csak arról szól, hogy hálát adok Istenem, hogy én milyen nagyszerű gyermeked vagyok és már is ott járunk, mint hogyha ismernénk ezt a helyzetet a Lukács evangéliumából, amikor a farizeus és a vámszedő imájáról szóló jelképes történetet halljuk Jézus Krisztustól, mert hogy a farizeus odaállt a templomban Isten elé, és azt mondta, bizony szó szerint ezt mondta, hogy hálát az Istennek, hogy én ilyen és ilyen is, ilyen jó vagyok, és ezt és ezt teszem, érdekes ez a cselekedetekre koncentrálás, és nem vagyok olyan, mint egyebek, például evámszedő. Ez a zsoltár azonban mégiscsak más. Nem csak azért, mert tudjuk, hogy Dávidé, hanem azért is, mert Dávidnak két kérése van ebben a zsoltárban, és itt mutatkozik meg igazán Dávid lelki nagysága, hogy amikor erős az úrban, akkor is jön Istenhez imádkozni. Istennel beszélget, mert miközben felsorolja, hogy most megy a szekér most úgy érzem, ingadozás nélkül tudok benned bízni. <laughs> Egyébként tegyük fel a kérdést, hogy Dávid mindig ingadozás nélkül tudott bízni benne. Egyetlen egy ilyen zsoltárra legalább öt olyan zsoltár jut, <laughs> ha az arányokat nézzük, ahol Dávid kétségek, szorongás, félelmek és elkeseredés imáit mondja, és szól az Istenhez ilyen nyomorúságos lelki állapotban. Szóval Dávid talán pont azért jön Istenhez, mert tudja, hogy a győzelem törékeny. Tudja, hogy a jól mennek most a napjaim, ez egy bizony csak átmeneti állapot, és Isten nélkül nem fenntartható. Adhatnánk azt a címet is ennek a Zsoltárnak, egyetlen egy szóval, hogy törékenységünk. Ité meg, Uram, mert fethetetlenül éltem, és az Úrban bíztam ingadozás nélkül, de már jön is az első kérése Dávidnak. Vizsgálj meg, Uram, és próbálj meg, kutasd át veseimet és szívemet. A Zsoltárok könyvében, különösen a bűnbánati Zsoltárokban egy visszatérő kifejezés, a vizsgálj meg, Uram, a vizsgálj meg engem, te is ismerd meg szívemet. A nagyon ismereti Zsoltárban is, a 139. Zsoltárban ahogy az ember nyomorúságában Istenhez megy, hogy az Isten az ő lámpásával lépjen be az életébe, és szíve minden zegét zugát kutassa, matassa át, hogy ne legyen ott majd valami váratlan bukást előidéző vonása, vagy elhanyagolt területe a jellememnek, életemnek. Érdekes, ahogyan itt Dávid jó dolgában az Istenhez megy, és én rögtön fel is tenném az első kérdést, hogy csak ha bajunk van, akkor kell tudni nagyon imádkozni Istenhez. Amikor már-már belefeledkezünk a mosolygásba, akkor nem ugyanúgy szükségünk van arra, hogy szinte megelőző, egyfajta proaktív jelleggel menjünk az Úrhoz és Mondjuk azt, hogy tudom, és ám hát még élek ez így van ezen a földön, hogy ez az állapot nem állandó de már is jövök te hozzád. Egyrészt, mivel hát hálát szeretnék adni neked, és azért hálaadó zsoltárok is bőven vannak a zsoltárok gyűjteményében. Másrészt pedig, ami még érdekesebb, hogy elmondja Dávid, hogy tulajdonképpen rendben vagyok, tulajdonképpen megy most a veled járás, de vizsgálj meg és próbálj meg, kutasd át veseimet és szívemet. Az Istennel ez a szoros baráti kapcsolat. Ahogyan, ahogyan Dávid a győzelmet sem annak tulajdonítja, hogy mert én erős vagyok, mert én okos vagyok, mert én egy dísz példánya vagyok a hívő embernek, hanem mert kegyelmed szemem előtt van, és igazságot szerint járok-kelek. Magáért beszél ez a vers, magáért beszél ez a gondolat rögtön, itt a 26. Zsoltár 3. verse. Kegyelmed szemem előtt van, és igazságot szerint járok-kelek. A kegyelmed szemléli az igaz életben jár kell, de a kettő nem felcserélhető. Ha Isten kegyelme nélkül cselekszünk igazságot, az menthetetlenül ránk romlik. nem Istenben bízva és is, Jézus szeretetére támaszkodva érünk el eredményeket, azt előbb-utóbb bekönyveljük magunknak, és abból akkora és következik, hogy mire feltápászkodunk. Ezért Dávid nagyon pontosan fogalmazza meg a győzelmének a titkát kegyelmet szemem előtt van. Istenem, ahogy téged nézlek, ahogy figyellek, szeretem a te házadban való lakozást és dicsőséget hajlékának helyét, mondja a nyolcadik versben. Jeruzsálem és azon belül a templom a város szívében annak a jelképe volt, és az izraeli történelem egyes időszakaiban a valóságos helyszíne is, ahol Isten megjelent. Amikor Dávid arról ír, hogy a házadban lakozom, arra a magatartásra utal, hogy az ember közel húzódik Isten kegyelméhez. Közel húzódik ahhoz a helyhez, ahol a bűnre a kegyelmet osztják, ahol a vétekre a bocsánatot, ahol a, az emberi természet gyógyul Isten közelében. Ez Dávid győzelmének a titka életének ebben az időszakában. Mert bizony a másik időszakból is bőven van feljegyzés a Szentírásban, ebben az időszakában kegyelme szeme előtt van. Nézi az Isten jóságát, és ez a jóság megerősíti. Ezért nem ül együtt a hamisakkal, nem tart az alattomosakkal, a gonoszokkal, gyűlöli a rosszak társaságát, és ártatlanságban él. Így járom körbe, oltárodat, uram. Amikor közel vagyunk Istenhez és az ő jellemének a legfontosabb részét mélyebben megismerjük, irgalmát, kegyelmét, hosszú tűrését, akkor nem nehéz gyűlölni a rosszat, a rossz tetteket. Nem nehéz ellenállni. Sőt, azt mondja a hetedik versben, hogy fenn szóval dicsérlek téged, és elbeszélem minden csodatetteidet. Ilyenkor az embernek a misszió, a másokért való fáradozás, a rossz mondott ima, az önzetlen szeretet szolgálat, a, a nehéz természetű emberek elhordozása, nem egy lehetetlen vállalkozás. Azt mondja, szóval dicsérlek téged, fakad a szívemből, és nem bírom magamban tartani azt, hogy mennyi, mennyi, mennyi módon tele vagyok a te mindennapos csodáital. Ez Dávid győzelmének a titka, de érzi, hogy törékeny ez az út, törékeny ez a létállapot vizsgálj meg, Uram, és próbálj meg, kutasd át veseimet és szívemet. Ugyanakkor egy másik kérést is megfogalmaz. Az utolsó négy versben tulajdonképpen Isten kegyelmét ragadja meg még erősebben, még mélyebben. Ha most jól is vagyok, de tudom, hogy védelmet és szabadulást egész életemben folyamatosan csak te tudsz nekem adni. Csak te tudsz megtartani. Az első kérés a Dávidnak arról szólt, hogy csak te látsz tisztán, ezért vizsgáld meg szívemet, gondolataimat, próbálj meg, kutasd át veséimet, segíts megelőzni a bajt. Ugyanígy csak te tudsz megtartani, szól a második kérdés. Ne ragadd el lelkemet a bűnösökkel, életemet a vérontókkal, akiknek kezében gyalázat van, és jobbjuk tele van vesztegetéssel. Válts meg, és könyörülj rajtam. Lábam egyenes talajon áll, áldom az Urat a nagy gyülekezetben. A zsoltár egyértelmű kérés Isten felé. A látszólagos hálaadás és a jó tapasztalatok számba vétele ne zavarjon meg bennünket. Nem csak a bajban van szükségünk Istenre, hanem amikor szalad a szekér, akkor is. Amikor megtudtunk benne kapaszkodni. És vannak győzelmeink. Amikor könnyebb észrevenni a jót az életünkben, és hálásak vagyunk az Istenek, akkor is tudjuk, hogy tudjuk, mert amíg csak ebben a testben éljük az életünket, egészen az újjáteremtésig, amikor Jézus Krisztus megjelenik az ég felhőiben és elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, ahogy mondja az apostol. Egészen addig ez a fajta kitettségünk, ez a fajta törékenységünk jellemez minket. Ezért nem úgy mehetünk Istenhez imádkozni, mint a jók, mint akik büszkék magukra, hanem úgy, mint akik hálásak, mint akik az Isten kegyelmét, jellemét szemük előtt tartják, és az ő igazsága szerint járnak kellnek, de tudják, hogy törékenyek. Ne ragadd el lelkemet a bűnösökkel, ne engedj, hogy közéjük sodródjak megint, hogy utolérjen a te ítéleted azok között találtassam újra, akikben gyalázat van, és jobbjuk tele van vesztegetéssel. Én fethetetlenül élek, de a te megváltásod, a te kegyelmed, a te könyörületed egész életemben az én életszükségletem, mint a lélegzetvétel, mert mihelyt ez elmúlik, azonnal az vagyok, aki nélküled vagyok. Ember, szegény, kisemmizett, önzéssel, bűnnel, gyengeséggel, reménytelenséggel lábam most egyenes talajon áll, áldom az Urat a nagy gyülekezetben. Dávid az Istennek ad hálát mindenért, amit elért. Az Istenhez fordul, és amikor lába egyenes talajon áll, hogy kezdte a Zsoltárt az első versben, Úrban bízom ingadozás nélkül ez a Dávid nem az a Dávid, aki máskor megrendül, aki azt írja, hogy a fejemet a vizek elborítják, aki azt mondja, hogy oroszlánok és bikák vesznek körül, és hogy a lélegzetem is eláll, és hogy a csontjaim kiöntettek a mesiási előképekre, ha gondolunk. Ez a Dávid most egyenesen áll, egyenes talajon, rettegés és ingadozás nélkül, mert az Úrban bízik, és mert hálás az Úrnak, és áldja az Urat a nagy gyülekezetben. Amikor jól megy, akkor is menjünk az Istenhez. Amikor jól megy, akkor a tapasztalatainkat, az ő csodatetteit osszuk meg embertársainkkal. De nem úgy, hogy nekünk milyen jól megy, nem úgy, hogy látod bezzegén, hanem az Isten velem van, az Isten tenyerén élek, ezért lábom egyenes talajon áll. Az Isten tenyerén élek, ezért ahogy szemlélem az ő kegyelmét és jóságát, hűségét, hűségét és igazságát, ezért kapok erőt ezekből. Áldom az Urat a nagy gyülekezetben. A bizalom, az Istenre támaszkodás, a vizsgálj meg, próbálj meg, kutassát engem, segíts megelőzni a felesleges vereségeket. Legyél velem, ne ragadd el lelkemet, válts meg, könyörülj rajtam. Ezek teszik tartósámi győzelmeinket. Ezek őrizhetnek meg minket úgy ingadozás nélkül, hogy közben annyira-annyira törékenyek vagyunk legbelül mégis. Az Isten vezesse a mi életünket, tegyen erőssé minket a mi törékenységünkben is. Úgy legyen.